Második alkalommal rendeztek díjkiosztót a városi bajnokságban, azonban a Tekken, mint sportág, igen népszerű évtizedek óta a városban. Dombaváron 1953-ban indult el ez a népszerű sport, a Tekken. Akkor még egy teljesen manuális pályán kézzel állították a bábukat egymásnak, és nem is itt volt, hanem az apácai iskolával szemben. Ez a pálya 1980-ban épült, amikor NB1-es lett a csapat, és azóta is a négy pálya működik közel 40 éve. Ez a sportág nincs korhoz kötve. Egy éve a dombóvári szívklub tagjai is rendszeresen látogatják az Ivanics utcai tekepályát. Kitartó munkájukat és lelkesedésüket egy-egy kupával jutalmazták. Most kb. Egy éve járunk így rendszeresen, amikor minden héten járunk le gyakorolni, edzeni, és ez nagyon jó ilyen közösségteremtő. Nem csak négyen járunk, ahányan a csapatban vagyunk, hanem mások is szoktak jönni, és általában nagyon élvezi mindenki ezeket a sport rendezvényeket. Nem csak férfiak körében népszerű a teke, szívesen járnak hölgyek is az Ivanics utcai pályára. A sport szeretete mellett fontos szempont számukra az is, hogy a jó közösség kiváló alkalmat nyújt a kikapcsolódásra, lazításra. Holecsek Brigitta 14 éves kora óta űzi ezt a sportágat. Idén megnyerte az egyéni bajnokságot, maga mögé utasítva a férfi versenyzőket, valamint a női egyéni és páros bajnokságot Csonfalvi Eszterrel, illetve a győztes csapatnak is oszlopos tagja volt. Jó, 25 évvel ezelőtt kezdtem ezt a sportot, igazándiból teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a közösségbe. Megfogott a maga a golyó, meg a bábuk szeretete. A labdajátékok miobban mindig otthon voltam, kézilabdáztam, futballoztam, itt ragadtam. Aztán hála Istennek jó ment sorom, úgymond. Jól jöttek az eredmények, elkerültem Kaposvárra, játszottam a szuperligás csapatba Kaposváron egy 5 évet. Aztán utána kihagytam egy 8-at, és úgy kerültem vissza ide, hogy Kaposmenti kupára hívtak vissza engem a csajok, hogy szálljak be a csapatba. Aztán mégis újra itt ragadtam Dombováron. Idén a Golyózápor elnevezésű csapat nyerte meg a csapatbajnokságot. Hát ez a csapatunk, ami most van jelen pillanatban, 5 éve nyerjük a bajnokságot. Most volt ez az év, hogy veretlenül nyertük meg az egészet. Az egészben én úgy csöppentem bele, hogy az unokám itt tekézett valamikor, kétszeres serdülő magyar bajnok volt, de ő elkerült Kaposvárra, a közutasokhoz, a szuperligába. Most jelen pillanatban a menyem tekézik, itt ő a lányoknál van, elég jó tekézik az is. Hát a fiúk és a lányok egybe voltak az egyénében, ő harmadik lett, a Brigitta lett az első. Hát ennyit tudok így elmondani, nagyon jó csapatunk van, és meglátjuk a következő években is, hogy lesz. A díjak átadására Horváth Józsefné önkormányzati képviselőt kérték fel. Önkormányzati képviselőként, a humánbizottság elnökeként mindent meg fogok tenni azért, hogy Dombóváron a sport fejlődjön, kicsiknek, nagyoknak elérhető, méltó körülményeket teremtsünk. A Teke Egyesület vezetői remélik, hogy a jövőben bővül a tagság, és egyre többen kapnak kedvet a sportákhoz.